takarítom ki minden reggel. Én ezt tettem meg. 300 kilométerre vagyunk Budapesttől az Őrség határában, és egy olyan családhoz látogattunk most el, akik 11 évvel ezelőtt úgy döntöttek, hogy itt fognak élni, és hátrahagyják a fővárost. Hogy mindezt miért, azt már is megmutatjuk nektek. Ugye ahonnan elindultunk, ugye az Attilának volt egy futárcége, és igazából abból akart kiszállni mindenképpen, mert ez az igaz ilyen taposó malom. Ő úgy érezte, hogy igazából nem ezt szeretné csinálni, nem ez motiválja. Mi előtte nem, legalábbis én nem jártam itt az Őrség környékén. Aztán eljöttünk, és akkor megtaláltuk, és meg lett a ház. Nekünk azért volt könnyű, mert volt egy konkrét elképzelésünk. Amikor meglett a vendégház, akkor ugye elkezdtük, hogy jó, akkor ez a vendégház, de mi hol lakjunk? Vettünk a faluba egy házat, hogy az lesz a házunk, és akkor ez a munkahelyünk. Ez, ha valami, akkor nagyon rossz ötlet volt. Mert hogy miért akarnánk a faluban lakni, mikor ebbe szerettünk bele? Hasonló értékrendű emberek jönnek hozzánk, mint mi. Ezáltal mindig kapunk egy ilyen feltöltődést. Tudunk beszélgetni, meg tudunk, ha kell, akkor egy jót bulizni. Ha ez nem lenne, akkor lehet, hogy már nem lennénk itt. Ezt nem forralod föl, amiből túrót szeretnél, hanem berakod egy tálba. Így, ezt ma reggel raktam ide. És akkor utána lassú tűzön kimelegítem, és akkor így összeugrik ilyen túróvá, leszűröm, és akkor most mindjárt lesz belőle túrógombot. Van a Tamara, ő 13 éves, az Adrien, ő 9, és van a Vince, ő pedig 3,5. Kazánházas nőttetőrítés. Hozzad! Mindenkinek van olyan feladat, ha ezt így lehet fogalmazni, vagy van olyan tevékenység, ami így a habitussához közel, és akkor azt úgy szívesen magától is megcsinálja. A középső lány ugye az Adri, ő imád a konyhába tenni, venni, teljesen önállóan meg tud csinálni, mert rengeteg minden. Tamara viszont abszolút pótadjuk a fürdetés, altatás, orvos, tehát bármi. Kisebb korában tisztába tette, tehát minden. A kisfiú pedig érdeklődik, tehát ő az egy 4 éves, ez véltóan teljesen intenzíven. Benne van a mindenben, egyfolytában segíteni akar, bármiben. Gyere, nyuszi! Itt a finom. Minden nap meg szoktam etetni. Itthon tanulnak, a Vince járóvodába, Csücsi ő itthon kezdte. A Tamara ő járt 4 éve, tehát alsóba járt iskolába, és akkor a felsőt kezdte el itthon. Reggel 9-től maximum 2-ig ők le tudják a tanulási részét, és mondtuk, hogy nem foglalkozunk ezzel a dologban. Reggel az állatokkal el vagyunk, főleg a Bubuka, aki nagyobb törődést igényel, őt reggel este feljük. Ezt levesszük itt, ezt a rángatósat, és akkor berakjuk így a mamut tölgyébe, és már fejé is. Akkor vannak még a tyúkok, a nyuszi, utána a lányokkal délelőtt tanulunk, és akkor délután meg Tamara dzsúdózik, a Csücsike pedig kajakozik. Csináltunk egy ilyen kis egyesületet Zalaegerszegen, és akkor én vagyok az edző. Lekvárokat, savanyúságot elrakunk, sajtot is csinálunk, ugye disznót vágunk télen, és akkor annak kell kitartania ugye a következő szezonig. És kaparja a hót. Lánccal nyomokat adj maga után. Előbb-utóbb mindenkiről kiderül az, hogy belül milyen értékeket hordoz. Tehát ez csak időkérdése, és van olyan szituáció, amikor tényleg valójában előjön az ember. Sokkal nehezebb elkendőzni magát az embereknek, azt gondolom, mint egy csinált világban. Majd a jövő fogja megmondani, hogy az, hogy itt lakunk, hogy így élünk, ettől ők mások lesznek-e, vagy többek, vagy adunk-e valamit nekik útravalónak ezzel.